Üdvözlünk titeket újra itt a Tikitaka TV-n, ahol ebben a videóban az Unibet támogatásával beszámolunk nektek a topligák legfontosabb hétvégi eseményeiről és eredményeiről. A francia bajnokság 11. fordulójának szuperrangadóján a Paris Saint-Germain az Olympique Marseille csapatát fogadta, és a kiegyenlített játékot hozó meccs első félidejében felváltva forogtak veszélyben a kapuk, bár nagyobb lehetőségei inkább a hazaiaknak voltak, akiknek a 46. percben Neymar révén a vezetést is sikerült megszerezniük. A brazil támadó Kylian Mbappé passzát váltotta gólra, amely előtt nem sokkal egyébként Lionel Messi szabadrúgásból telibe találta a felső lécet, így az argentin az előző idény kezdete óta már 14 kapufát eltaláló lövéssel rendelkezik, legalább 4-gyel többel, mint bármely más játékos a Ligue 1-ben. A második félidő első felében viszont a Marseille játszott veszélyesebben. A vendégek azonban képtelenek voltak gólra váltani a lehetőségeiket, ráadásul a 72. percben a csereként beállt védőjük Samuel Gigot Neymar brutális felrúgása után a kiállítás sorsára jutott, amivel gyakorlatilag végleg elszállt az esélyük az egyenlítésre. A találkozót így végül 1-0-ra a Paris Saint-Germain nyerte meg, amelynek a katari éra alatt ez volt a 21. győzelme a Marseille ellen. Ennél többször, szám szerint 22-szer, ezen időszak alatt csak a Saint-Étienne ellen tudta bezsebelni a 3 pontot a fővárosi gárda. És miután a második helyen álló Lorient csak döntetlent játszott a fordulóban, a listavezető 29 egységgel rendelkező párizsiak 3 pontosra növelték az előnyüket a tabella élén a fő üldözőjükkel szemben, amelyet immár a 24 pontos RC Lens követ a sorban. A góllövő lista élén pedig 2 egyaránt 9-9 találatos csatár áll, a PSG támadója Neymar, illetve a fordulóban duplázni tudó Lilli csatár Jonathan David. Az RB Leipzig 3-2-es győzelmet aratott hazai pályán a kiesés elől menekülő Hertha BSC ellen a Bundesliga 10. fordulójában. Ebben a sikerben pedig elévülhetetlen érdemei voltak a csapat 2 magyar játékosának, Szoboszlai Dominiknek és Willi Orbánnak is. Előbbi ugyanis 2 gólpasszt is kiosztott a mérkőzésen, előbb Emil Forsbergnek a 25., majd Abdou Diallónak a 30. percben. Orbán pedig a Lipcse 3. találatát jegyezte az első félidő utolsó pillanataiban. Így a hazaiak megnyugtatónak tűnő 3-0-ás előnyből várhatták a folytatást, ehhez képest viszont meglehetősen izgalmas lett a vége. Mert hogy a fővárosiak a második félidő derekán a 62. és a 64. perc között 2-szer is bevették a Leipzig kapuját, majd a 95. minutumban az egyenlítéshez is közel jártak, ám a hazaiak szerencséjére a berliniek támadójának Dodi Lukebakionak az 5 méterről leadott fejese, ha kicsivel is, de elkerülte a kapujukat. A Leipzignek ez volt egyébként a 11. sikere a Hertha ellen a Bundesligában, ennyi alkalommal pedig egyetlen másik csapatot sem tudott legyőzni a német élvonalban, ráadásul az eddigi 13 összecsapásukon mindig bevették legalább 2-szer a fővárosiak kapuját. Újabb nagyszerű győzelmet aratott az éllovas Union Berlin, amely meglehetősen simán 2-0-ra verte hazai pályán a Dortmundot. A Schäfer Andrással felálló hazai csapat a 8. percben Yannick Haberer góljával került előnybe, méghozzá a vendégkapus Gregor Kobel hibájának köszönhetően, aki egy hátrapasszolt labda előre rugásánál megcsúszott és elesett. Így a közelben ólálkodó középpályásnak már csak annyi dolga volt, hogy az üresen maradt kapuba passzolja a játékszert. Az Union egyébként a legutóbbi 42 Bundesliga meccse egyikét sem veszítette el, amikor vezetéshez jutott, és ez a sorozat most sem szakadt meg. A 21. percben ugyanis Haberer meglőtte önmaga és csapata második gólját is, amivel egyben a meccs végeredményét is beállította. A fővárosi csapat így már 11 hazai meccs óta veretlen a Bundesligában. Legutóbb egyébként épp a BVB-től kaptak ki vendéglátóként még idén februárban. A Dortmund pedig 10 forduló alatt már a 4. vereségét szenvedte el, és hátránya immár 7 ponttal listavezető Uniontól. Vasárnap este a fordulót megelőzően a 3. helyen álló Bayern München a 2. Freiburgot fogadta, vagyis papíron egy igazi rangadónak indult a 2 együttes összecsapása, amelyből aztán egy könnyed 5 gólos bajor győzelem kerekedett. A Bayern már bő fél óra játék után 2-vel ment. Előbb a 13. percben a 2021 májusa óta az első fejes gólját szerző Serge Gnabry, majd a 33-ban a kezdőként legutóbb tavaly áprilisban betaláló Choupo-Moting volt eredményes a hazai
kanadaiak részéről, akik aztán a második félidőben sem vettek vissza a lendületükből. Ebben a játékrészben ugyanis Leroy Sané, Sadio Mané és Marcel Zabitzer révén további három alkalommal is bevették a Freiburg kapuját, amely egyébként még soha nem nyert idegenben a müncheni csapat ellen a Bundesligában. A Bayern tehát végül 5-0-ra nyert, és így 10 forduló után már 30 rúgott gólnál jár a bajnokságban, vagyis meccsenkénti átlagban háromszor talál kapuba idén a bajor együttes, amely ezzel a sikerével és az eddig megszerzett 19 pontjával feljött a tabella második helyére, lemaradása pedig 4 pontos az éllovas Union Berlintől, míg a harmadik helyet a 18 pontos Freiburg, a negyediket pedig a 17 egységgel rendelkező Hoffenheim foglalja el. A gólnövő listát pedig továbbra is a Werder Bremen 8 gólos támadója, Niklas Füllkrug vezeti, egy találattal megelőzve a Mönchengladbachot erősítő Markus Thüramot és a lipcsei Christopher Nkunkut. Az olasz bajnokság 10. fordulójában a Juventus egy kiegyenlített meccsen 1-0-ra legyőzte idegenben városi riválisát, a Torinót. A zebrák győztes gólját a 74. percben az a Dusan Vlahovic jegyezte, aki Adem Jajic és Saša Lukic után a harmadik szerb játékos lett, aki be tudott találni egy torinói derbin. Csapata a Juventus pedig április 25-e a Sassuolo elleni meccs óta először tudott idegenbeli találkozót nyerni a Szériában. Győzött az Internacionale is, amely takaréklángon égve is könnyedén 2-0-ra nyert hazai pályán a Salernitana ellen. A milánóiak mezőnyfölény először a 14. percben érett gollá, ekkor Lautaro Martinez volt eredményes egy jól helyezett 17 méteres lapos lövéssel, megszerezve ezzel a 62. bajnoki találatát az Interben, amivel beérte a klub örök góllövő listájának 13. helyén álló honfitársát, Diego Militót. A kék-feketék pedig ezt követően is uralták a meccset, és az 58. percben belőtték a második góljukat is, amivel el is döntötték a lényegi kérdéseket. Ezt a találatot pedig a hétközben a Bajnokok Ligájában az FC Barcelona kapuját is bevevő Nicolò Barella jegyezte, aki először tudott sorozatban 2 tétmeccsen is gólt szerezni az Interben. Győzött az AC Milán is, igaz a piros-feketék a vártnál jobban megszenvedtek a 3 pontért a legutóbbi 5 bajnokiát egyaránt elveszítő Hellas Verona otthonában. Pedig a találkozó úgy indult a piros-feketék számára, hogy sima győzelmet aratnak, hiszen Miguel Veloso öngóljával már a 9. percben előnybe kerültek, 2 perccel később pedig már 2 gólos is lehetett volna az előnyük, Olivier Giroud azonban ajtó-ablak helyzetben a jobb kapufa mellé pörgette a labdát. A kihagyott lehetőségért aztán komoly árat fizettek a vendégek, a lelkesen és önmagukhoz képest kifejezetten jól játszó hazaiak ugyanis a 19. minutumban egyenlíteni tudtak, nem mellestek szintén egy öngóllal, ami a vendégek védőjének, Mattia Gabbiának a nevéhez fűződött. Ezt követően pedig kiegyenlítetté vált a meccs, sőt, a második játékrész első felében inkább a veronaiak álltak közelebb a második gól megszerzéséhez, akik az 56. percben egy alkalommal a felső lécet is telibe találták. A hajrában azonban kiütközött a két csapat közötti minőségbeli különbség. A Milán a 81. percben egy ragyogó támadás után Sandro Tonali révén belőtte a második gólját is, és végül 2-1-re megnyerte a meccset. A Milán tehát győzelemmel tette emlékezetessé edzője Stefano Pioli számára a találkozót, aki a 150. alkalommal ült a Rossoneri kispadján, amely az újonc együtteseket nem számítva az egyetlen topligás csapat, amely még nem kapott ki idegenben 2022-ben. A piros-feketék egyébként a 7. sikerüket aratták a bajnokságban, ezzel pedig egy új klubrekordot is sikerült felállítaniuk. Először fordul elővelük ugyanis, hogy 3 egymást követő szezonban is legalább 7 győzelmet érjenek el az első 10 fordulóban. A 23 pontos színvédő így feljött a tabella harmadik helyére, lemaradása pedig 3 pont az éllovas, a legutóbbi 10 tétmeccsét egyaránt megnyerő Napolival szemben, amely a fordulóban a Bolognát verte odahaza 3-2-re, míg a második helyet a 24 egységgel rendelkező Atalanta foglalja el. A góllövő listát pedig 3, egyaránt 6-6 gólos támadó, a Juventusos Dusan Vlahovic, a Lációs Ciro Immobile és a Bolognát erősítő Marco Arnautovic vezeti. Ha könnyed, mégis tartalmas kikapcsolódásra vágysz, akkor kövesd a büntető.com megújult Facebook oldalát, ahol értesülhetsz a futball és a sportvilág legizgalmasabb történéseiről. Ne maradj le te sem! A linket a videó leírásában találod. A Manchester United egy nem túl szórakoztató meccsen csak gól nélküli döntetlenre volt képes a Newcastle United ellen a Premier League 11. fordulójában. Hiába játszottak a vörös ördögök nagy mezőnyfölényben az egész meccsen, az első félidőben egy ígéretes Anthony lövésen kívül helyzetik sem nagyon jutottak, és bár a fordulás után már valamivel veszélyesebb lett a támadójátékuk, gólt ekkor sem tudtak szerezni, és végül igazságosnak mondható 0-0-ás döntetlennel ért véget a meccs. Ez volt egyébként a Manchester United
76. gól nélküli döntetlenje a Premier League-ben, amelyből 31-et Alex Ferguson 2013-as visszavonulása óta hozott össze a piros mezes csapat, amelynél több gól nélküli döntetlent ezen időszakot figyelembe véve egyetlen másik együttes sem játszott az angol élvonalban. Az éllovas Arsenal viszont újra győzött, sorozatban a negyedik alkalommal a bajnokságban, Mikel Arteta legénysége ezúttal a Leeds United-et verte idegenben 1-0-ra. A találkozót 2 perc után rögtön félbe is kellett szakítani, a stadionban bekövetkező áramszünet miatt ugyanis probléma lépett fel a játékvezetők kommunikációs rendszerében, emiatt pedig a VAR sem működött, így több mint 40 percet állt a játék. Az újraindulás után az Arsenal a várakozásoknak megfelelően rögtön magához ragadta az irányítást, és a 35. percben Bukayo Saka remekbe szabott góljával a vezetést is sikerült megszereznie. Az angol válogatott támadónak ez volt a 26. találata a londoniak mezében, ezzel pedig ő lett az első játékos Mikel Arteta irányítása alatt, aki 26 gól és 24 gólpassz formájában elérte a félszázas álomhatárt a kanadai pontok tekintetében az Arsenalban. A második félidőben aztán magára talált a Leeds, amely ebben a játékrészben sokkal jobban játszott a fővárosiaknál, és a hazaiak a 64. percben az egyenlítéshez is nagyon közel jártak, ekkor ugyanis Patrick Bamford büntetőt végezhetett el, ám az angol csatár elhibázta a hatalmas lehetőséget. Minden esetre a Leedsnek ezt követően is megvoltak a helyzetei az egyenlítő találat megszerzéséhez, az Arsenalnak azonban hatalmas mázlival végül sikerült megőriznie az előnyét, és bezsebelte az újabb 3 pontot. A forduló rangadóján a Liverpool 1-0-ra legyőzte hazai pályán a Manchester City-t, véget vetve ezzel Pep Guardiolaék mostani szezonbeli veretlenségi sorozatának. Pedig az első félidőben a vendégek játszottak veszélyesebben, és Erling Haaland előtt 2 nagy lehetőség is adódott a gólszerzésre, ám a norvég támadó ezúttal nem volt elég koncentrált a kapu előtt, így 0-0-val zárult az első játékrész. A fordulás után aztán a főként gyors kontrákra appelláló vörösöknek is voltak lehetőségeik, és ebből az egyiket gólra is tudták váltani. A 76. percben egy vendégszabadrúgás Alisson kapus kezei között landolt, aki nem vacakolt, rögtön indította Mo Salah-t, aki az utolsó City védőről, Joao Cancelóról lefordulva egyedül törhetett kapura, majd magabiztosan passzolt el a labdát ballal Ederson mellett. Ez volt egyébként az egyiptomi 100. ballábbal szerzett gólja a Premier League-ben, amelyben ezt a fajta mérföldkövet rajta kívül csak a korábbi Liverpool legenda Robbie Fowler tudta elérni. Ő 105 ballábas találattal büszkélkedhet a PL. Ezzel a góllal pedig meg is nyerte a Pula meccset, és véget vetett a City 22 meccs óta tartó idegenbeli veretlenségi szériájának. A második helyen álló 23 pontos manchesteriek hátránya így nem csak hogy 4 pontosra duzzadt az élen álló Arsenallal szemben, de pontszámban az Everton ellen 2-0-ás sikert elérő Tottenham is beérte őket, míg a tabella negyedik helyét a Chelsea foglalja el, amely a fordulóban az Aston Villát verte 2-0-ra Mason Mount duplájával. A góllövő listát pedig továbbra is a Manchester City 15 találatos támadója Erling Haaland vezeti, megelőzve a Tottenham 9 gólos csatárát Harry Kane-t, aki a legutóbbi 5 bajnokia mindegyikén betalált, ami egyéni rekordnak számít az esetében. A spanyol bajnokság 9. fordulójának csúcsrangadóján a hazai pályán játszó Real Madrid 3-1-es győzelmet aratott az FC Barcelona ellen. A királyiak nagy elánnal vetették bele magukat a találkozóba, ennek pedig hamar meglett az eredménye, hiszen már a 12. percben előnybe kerültek. Ekkor Toni Kroos indítása után Vinicius Junior tört kapura, és bár az ő lövését a kimozduló Ter Stegen kapus még hárítani tudta, a kipattanó épp a második hullámban érkező Karim Benzema elé került, akinek nem okozott gondot az üres kapuba helyezni a labdát, megszerezve ezzel egy saját maga által 2013-ban jegyzett találat óta a leggyorsabb El Clásicos Real gólt. Ezt követően a Barca nagy mezőny fölényt harcolt ki, ami azonban meddőnek bizonyult, a 25. percben azonban így is majdnem összejött az egyenlítés a vendégeknek, ám Robert Lewandowski néhány méterről a kapu fölé vágta a Sergi Roberto jobboldali centerezését. Ez pedig 10 perccel később megbosszulta magát, egy szép akció végén ugyanis Federico Valverde nagyjából 17 méterről hatalmas gólt ragasztott a Barca kapujának jobb alsó sarkába, így a 35. percben már 2 gólos volt a habfehérek előnye. Érdekesség, hogy az 1998-99-es szezon óta ez csupán a második olyan Real gól volt a Barcelona ellen a Bernabeu-ban, amely a 16-oson kívülről született.
Az első ilyet egyébként Raúl González érte el még 2008 májusában. A második félidőben a Real már inkább az előnye megtartására törekedett, mintsem további gólok szerzésére, és ezt sokáig sikeresen is tette. Azonban a Barcelona cserekén beállt Ferran Torres révén a 83. percben némileg váratlanul szépíteni tudott, így újra nyílt lett a meccs. Sőt, 3 perccel a rendes játékidő vége előtt az egyenlítéshez is közel álltak a vendégek, ám Ansu Fatinak nem sikerült gólra váltani a lehetőségét. Ráadásul a 91. percben a Real büntetőhöz jutott, amit a sértett Rodrigo gólra is váltott, ezzel pedig a fiatal brazil támadó, amellett, hogy kialakította a 3-1-es végeredményt, Cristiano Ronaldo, Luis Suárez és Sergio Ramos után, ő lett a 4. játékos a 2003-2004-es szezon óta, aki egy El Clásicón büntetőt harcol ki, és be is rúgja azt. Ezzel a győzelmével pedig a 25 pontos Real Madrid visszavette az első helyét a bajnokságban, előnye pedig 3 pont a Barcelonával szemben, amelyet 3, egyaránt 19-19 ponttal rendelkező csapat követ a sorban, az Atletico Madrid, a Real Betis és a Real Sociedad. A góllövő listát pedig továbbra is az FC Barcelona 9 találatos támadója Robert Lewandowski vezeti, akit 2 hétgólos játékos, a betises Borja Iglesias és az Espanyol erősítő Hosszélu követ a sorban. Ezzel pedig a videónk végéhez érkeztünk. Írjátok meg a véleményeteket az eredményekkel kapcsolatban a videó alatt kommentben, ha pedig tetszett az összeállítás, akkor nyomjatok rá egy lájkot, és ha eddig még nem tettétek volna, akkor iratkozzatok fel a csatornánkra.